Köszöntöm az arckép más nézőit! Ma ismét egy kárpátikumot ismerhetnek meg. Tanult rádióműszerésznek, karnagynak, alapított hetilapot, szerkesztett könyvet. Létrehozta a Magyar Örökség Díjas Krédo Együttest, fesztivál és gyermektábor szervező, zenetanár, presbiter, Magyar Köztársaság érdemkeresztjével kitüntetett sokoldalú alkotó. Az érzéseire hagyatkozik, ami általában bejön. Ma megpróbáljuk összefoglalni Ivaskovics József életművét. Annyi minden történt már Jóska bácsival, de ahhoz, hogy ennyi minden megtörténjen, ennyi mindent véghez vigyen, ahhoz kellett egy gyerekkor is. A gyerekkori kalandok, azokat egy picit elevenítsük föl. Mi történt a gyerekkorban? Hát a gyerekkorom nagyon izgalmas volt. Egy mai napig nagyon szívesen gondolok vissza a gyerekkoromra. 7 éves koromig Eszenyben éltem. Aztán a szüleimet áttették a Salamoni iskolába, ott laktunk az iskolába. A második osztályba jártam, a harmadikba visszakerültünk Szalókára. Negyedikbe Cservonára helyezték őket. Mindig igazgató volt az öreg, de nem akart az Istennek se párttag lenni, ezért volt ez az ingázás. Aztán csap, egy év is, végül hazajöttünk Ungváron. A Luttól mindenütt ott volt, hát akkor indiános. Nyilakat gyártottunk. Aztán így kezdődött a kalandos gyermekkorom, azóta is ilyen indián maradtam félig mindig. És az hogy volt, hogy itt Ungváron az első gitárt, ha jól tudom, egy szemétdombon találta meg? Igen, az érdekes volt. Ott laktunk a Kocubinszki úton, akkor még ilyen fahíd volt, és ott is szerettem tanyázni, tehát amikor az ember sokat vándorol gyerekkorában, akkor mindig magányos eleinte, hónapokig, és ezért fel kellett fedezni a környezetemet, nem embereket kerestem, hanem tájat, és ahogy így barangoltam ott Radváncon, meg össze-vissza, csak az egyik dombon találtam egy jó gitárt. Teljesen jó volt, egy darab húr volt rajta. Szerintem valami villanydrót húr, akkor azt szedtek, mert más nem volt. És én nagy boldogan hazavittem, és mondtam, hogy van gitárom, tessék nekem húrokat szerezni rá. Így kezdődött az én gitáros mánia. És mit szóltak ehhez a pedagógus szülők, hogy most akkor zenélni akar a fiú? Hát a szülőkkel szerencsém volt, nem volt idejük velem foglalkozni, mert állandóan írni kellett. Arra emlékszem, hogy folyton konspekteket gyártottak, tehát reggeltől estig az iskolába, este meg konspekt. Hogyha édesanyám ügyesen megetetett bennünket, akkor az már nagy csoda. Hogy édesanyám otthon nagyon nagy csörömpölést rendezett mindig, innen tudtuk, hogy már megjött. És akkor szaladtunk haza, természetesen rögtön ott volt a zsíros kenyér, aztán vártuk a vacsorát. És hogy történt az, hogy mégis rádióműszerésznek kezdett el tanulni? Hát az nem is tudom, hogy történt. Rosszul fejeztem be az iskolát, mert az volt a mániám, hogy ilyen hosszúhajú hippi voltam itt a magyar iskolában, és a gitár az persze mindig ott volt. Hiába tiltották az iskolából, a lányok valahogy szünetbe felcsempészték, drótokon felhúzták, aztán szünetbe ott volt, és akkor tessék, jöttek az illéslágerek, és én is szerettem, hogy engem szeretnek emiatt. Tehát mondom, az iskolát úgy fejeztem be, ahogy, és gondoltam, hogy valamit kezdjek az életemmel, aztán a barátom, ő egy jó tanuló volt, azt mondja, menjünk ide, mert nem kerül fel az egyetemre, ilyen szakiskolába. Na hát el is mentünk, találkoztunk az ukránokkal, azt se tudtuk, mi fán terem az a világ, és mégis valahogy befejeztük, és a végére boldogultunk így, úgy ahogy. Kitől tanult meg gitározni? Autodidakta módon? Teljesen. Amikor már filharmóniában dolgoztunk, jött egy parancs, hogy már pedig papír nélkül nem dolgozhatnak ezek a mindenféle gyerekek filharmóniákban, és akkor beirattak minket, mindnyájunkat, aki Ukrajnában színházban dolgoztak, Drohobicsba, a zeneművészetire. És akkor ott végzett karnagyként. Igen, ott végeztem karnagyként, de hát oda már muszáj volt komolyabban venni a hangszertudást, meg minden. Amúgy én minden hangszeren játszottam tulajdonképpen, nem csak a gitár, mivel hogy amerre nem mentem, mindenütt volt egy fúzzenekar akkoriban. És akkor azt mondja, ja, itt egy hangszer, hónap után tanulj meg, hónap utánra tanuld meg valamit játszani rajta. Na, és akkor fújtuk. De aztán tanár is lett. Hát igen, az. Sok minden gyűlt össze, egyszerre sok mindent csinált mindig, mint egy kis energiabomba össze-vissza. Hát amikor összedőlt, én azt hittem akkoriban, hogy összedőlt, mert a filharmóniákban meg minden, azt ígérték nekünk,
hogyha itt megszervezzük a folkloro együttest az Ungvári Filharmóniába, akkor utána az Ivaskovics Trió, mint hivatásos zenekar, akkor mi már itthon voltunk, sokat jártunk falvakra, srácokkal, a költőkkel, és ilyen íróolvasó találkozókra, és nagyon megtetszett az az élet, elkezdtem zenéket írni. De hogyan alakult az Ivaskovics Trió? Miből lett? Miből nőtte ki magát? Trió az úgy alakult, hogy amikor már ez a színpadi zene, ez a sok fény, ez a ricsaj, ez a minden nagyon az agyunkra ment, megszületett az én kislányom, Ivett, és akkor mesélj, akkor már végigolvastam minden verses kötetet, ami volt, ilyen gyermekversek, amiket találtunk itt, akkor az időben még lehetett könyveket venni a boltban. És akkor egyszer elénekeltem az egyik versikét a lányomnak, még, és akkor mikor már egy hete ugyanazt énekeltem megint, akkor még egyet vettem még, és akkor így kezdtem verseket, és az öcsimmel azt mondtam, te menjünk már el egyszer valami kiskolába, próbáljuk meg, hogy ezek a versikék mit énekelve eljutnak-e a gyerekekhez, és nagyon megtetszett. Aztán már a Filharmóniában is próbáltuk a színpadon énekelni egy-egy verset, minden. És az volt a meglepetés, amikor magyar falvakba mentünk, mert amúgy az ukrán együttes volt, és akkor mi magyarul énekeltünk, és nem engedtek le a színpadról. És a népművészet mesterei nagyon mérgesek voltak ránk emiatt, hogy magyar verseket. Tehát tulajdonképpen ez így jött magától, nem direktbe, nem hogy na most zene lesz, hanem így sodróltunk. És aztán ebből nőtt tovább. Hát ez nőtt, mert a... Nem tudom, az emberek úgy nem engedik el. Hogyha valakinek megtetszik az, amit csinálok, akkor megfogja a kezem, és nem enged. Hiába mondom, hagyjatok már, engedjetek, nem, gyertek, énekeljetek, az jó, és akkor biztatnak. Tudom, hogy nem jó, de azt mondják, hogy jó. És akkor elhiszem, mert az ember olyan, hogy könnyen elhiszi, ha valami jót mondanak róla. De közben még volt egy kis irodalom is. Jött a Bóbit a gyereklap, aztán jött az Együtt folyóirat. Hát igen, amikor itt felfordult a világ a feje tetejére át, akkor Mankovics Tamás ide hordozta a Kárpátalját. Itt hajtogattuk minden, mert féltek mások, hogy valami baj lesz emiatt. Abban az időben nagyon veszélyes volt. 89-90, tehát ebben az időszakban, amikor itt mind teljesen elszabadult, most hasonlít arra az időre. És hát én zenész voltam, engem mindenki ismert Ungváron, meg minden, ugye én nem fél semmit, nekem nem voltak ilyen. Szóval, és megszerettem azt az újságkiadást, a könyvszerkesztést. Aztán barátságot kötöttem szintén zenészek által, a patentnyomdával. Akkor még zárt kalasnyikovos őr állt, és kérdem a srácoktól, te hogy menjek be hozzátok? Szóval rúg be lábbal az ajtót, és akkor tiszteleknek. És akkor itt tanultam meg bejárni, az első könyveket úgy jelentettük meg számizett, hogy hátul az ablakon adták ki nekem. Szóval nagyon izgalmas időszak volt az, és akkor megalapítottuk Tárci Bandékkal a tárogatót. Na de engem már zavart, hogy ők elmentek ilyen humorba, gondoltam elejtem, hogy zenei magazint csinálunk, de... És aztán mondtam, jó, de akkor csináljunk egy Bóbit, tehát egy gyermeklapot, mert nekem az a szívem csücske. De a gyerekekhez való kötődés az hamar elindult, és elég sokáig még tart ma is. A Filharmóniában valahogy úgy hozta a sors, hogy mindig én voltam a vezető. És nagyon idegbajos voltam. Tehát, hogyha nekem a színpadon valaki elrontott valamit, én koncert után képes voltam neki menni. Tehát hihetetlen, hogy... És amikor elkerültem a magyar iskolába, amikor már így mindenből elegen volt, és akkor kapitány Marianna, te gyere hozzánk, megüresedett a zenei szállás, gyere ide. Dobacs, mit fog én ott csinálni? Na hát az egy nagy kaland volt tényleg a gyerekekkel. Na, egyszer csak, amikor már nagyon kétségbe voltam, és az egyik kislány oda állt, Jóska bácsi, hallottam, hogy maga tud gitározni. Elhozná egyszer az út? Mondom, de jó, elhozom. Elvittem az iskolába, elkezdtünk énekelni a gyerekekkel, és egy ilyen egy hónap alatt egy olyan kórus állt össze, hogy aztán már mindenhova hívogattak bennünket. Rögtön Dubkáék is azt mondja, te verseket nem énekeld? Mondom, miért ne? És akkor a Merta hazát elénekeltük, emlékszem egyszer, és olyan sikere lett. Szóval a gyerekek meg kézbe vettek, onnan kezdve idegbaj, meg ilyen kekeckedés, hogy ez nem jó, az nem jó, nem volt. Tehát attól kezdve minden jó.
gyerekek megváltoztatták? Nem tudom miért, meg. Pedig olyanok voltak, hogy azt mondták az iskolában, tehát a fejed tetején ugrálnak ezek a... Mondom, hál' Istennek, olyan élet van körülötte. Mi adta meg az induló löketet a változtatásban? Jóska bácsi, vagy pedig úgy hozta mindig a helyzet, hogy tovább kellett menni? A keleti szél. Igen, mindig mondtam, hogy én így szétárom, megtépázott szárnyaim, és akkor visszaszél. Mert a magyar iskolában, amikor eljöttem, problémáim voltak, igen, mert elvittem a gyerekeket, jelenteni kellett, engedélyeket kellett kérni, nem csak az igazgatóságnak, hanem sok helyre. Én meg erre képtelen voltam, még naplót se vezetek. Nem lehetett keretek közé szorítani? Nem. De nem bánom, mert aztán onnan eljöttem, találkoztam Kordván Iréne, másnap már itt voltam ebben az Zucsiba, az zeneművészetiben. Azt mondja, jaj, de jó, gyere hozzánk, meg kell erősíteni a magyar részleget. Na itt aztán egy egész más világot találtam. Gyerekek, akik azért jöttek ide, hogy zenészek legyenek. De jó volt velük, itt alakult meg a krédó. A nagyobb lányok már nagyon azt mondták, külön is énekeljünk, ne csak velük. És akkor elénekeltünk, mai napig emlékszem egy kányádi verset, a Vannak vidékeket, a két kislánya. És akkora sikere volt, hogy én is meglepődtem, mondom, fú, ez jó. És akkor a következő koncertre megtaláltunk még három éneket, és a végére már 4-5 énekünk volt Baróton, tehát ezeken a koncerteken. Úgyhogy így kezdődött a Credo sztori. A Credo-ban miért fontos az, hogy volt magyar költők, de kárpátaljai költők megzenésített verse is vannak? Eleinte csak azok voltak. Tulajdonképpen én azokkal találkoztam. Az hozott törést, amikor Dinnye is küldött egy könyvet, az Aranyhárfa címmel, egy verses kötetet, és akkor a két József Attila vers annyira megragadott, hogy azt nem is ismerte senki. A Csendes Estéli Zsoltár, azt hiszem, meg a Magyar Ének, talán ezek. Addig meg csak ezek a kárpátaljai költők, az újságból vagdastam ki, meg adták nekem, meg azt játszották itt a gyerekek, hogyha kiszuperált, tehát a cenzor kivágott valami vers, az mellettem itt kötött le nála, és akkor mi elénekeltük a következő összejövetelen 100-200 embernek. Ahogy Jóska bácsi beszél az elmúlt közel fél évszázadról, már több mint fél évszázad, ha csak az évkorát tekintjük, minden olyan könnyűnek tűnik, olyan ezt csináltam, azt csináltam, ide mentem, oda mentem, soha nem volt ebben semmi félelemérzet, vajon mi lesz most a jövővel, vagy... Hát azért néha, amikor odajöttek hozzám, te nem félsz, a gyerekeidet nem féltek, azért sok jó barát volt, mert téged tudod, hogy figyelnek, meg így, meg úgy. Mondom, na és mi? Hát mit vesznek el tőle? És a Credo Alapítvány az a szívecske, hogy a gyerekeknek közelebb hozzuk a zenei oktatást, hogy ne úgy tanuljanak, mint a hivatásos. Az dolog volt, az is egy kényszer iskolákban. Volt. Az is egy kényszer. Eljött Ambrus Pali, Ambrus József atya. Rokoni kapcsolatban vagyunk, Kisgelyőcön görögkatolikus parókus. Eljött hozzánk egyszer haza, beszélgetünk, azt mondta, te gyere már, tanítsd meg a gyerekeket, nem tudnak énekelni. Gyere le, mondom, te, én lemegyek, de én már akkor törtem a fejem, hogy elegem volt ezekből a hivatal, mindenki megmondja, mit tanítsak meg, hogy szeretnék egy önálló zeneiskolát nyitni, mondom, hogy egyházi, meg népénekeket akarok, meg magyarra énekeket, nem mást, nem is tudok mást. És akkor megalakult a zeneiskola, igen, ám csak kellett hivatalosan, és akkor egy jó barátommal találkoztam, és panaszoltam neki, mondom, te nem tudom megnyitni a zeneiskolát, mert már, még meg se nyitottuk, már jönnek ellenőrök, már kérdezgetik, hogy mi. Azt mondta, miért nem nyitsz egy alapítványt? Pont abban az időben, 98-ban olyan könnyű volt, és akkor elkezdtem hivatalokba járni. Két hónap alatt meg bejegyeztetik az alapítványt, hivatalos lett a Kisgelyőci Gyöngykaláris Kórusiskola, ahogy elneveztük. Mert hogy ez nem az ukrán állam által támogatott ez senki által nem támogatott. Szólt. Ugye a szülők összelöktek valamit néha, hogy legalább az úti költség legyen, meg minden, de hála nekik lett végül is jogosítványom, mert azt mondta az egyik barátom, te miért busszal jársz ide Gelyőcre? Nincs autó, mondom, nincs. Vezetni se tudsz? Nem. Na, gyere be! Beiratott erőszakkal. Most már vezetek, de jó. Most már több iskola is van a Credo Alapítvány gondozásában. Igen, aztán amikor Fekete Zsuzsi Szaló Károly hozzánk került, ő rögtön lecsapott erre az ötletre, hogy azt mondja, a Szalókán is nyitunk egyet.
Aztán Kisgeőcön felnőtt az új generáció, a Csákány Marianna férhez ment, zenetanár lett, befejezte ő is ezt a szakintézetet, és akkor átadtam neki a Kisgeőcit. Igen, ám, de sokáig nem lubickolhattam a nagy szabadságomban, nem meghívtak Rátra. Vagyis egy Krédó fesztiválon ott voltak a ráti gyerekek, és az egyik kisfiú rám tapadt. És pont koncertezni ment tábor közben, ki kellett mennünk Budapestre egy koncertre. De beült a kocsiba, és nem engedett. Én megmondom, menj már innen, te rondaság, nem, el is tűnt, többet nem láttam. És akkor, amikor vége lett a fesztiválnak, felhívtam a ráti gyermekotthon, egy gyereket nagyon megbántottam. Mondom, el szeretnék menni nekik egy kicsit játszó zenélni. Elmentem, azóta 7 éve. 7 éve jár Rátra zenélgetni. Bocsánatot kérni a gyerekektől. Igen, igen. Hát a kisfiú azóta most fejezte be, diplomás lett, gitáros lett szintén, egy fantasztikus fiatal ember. Szóval mondom, az embernek azért vannak örömei ezekben a dolgokban. Arra azért, hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan alkot Ivaskovics József, vagy hogyan születnek meg a dalok, a megzenésített dalok, úgyhogy ebbe egy kis bepillantást, hogyha nyerhetünk. Mehetünk? Akkor ez a kis házi stúdió, ugye? Igen, itt. Itt történik a hangszerelés? Történik sok. Hogy kezd neki egy vers megzenésítésének? A vers kell előbb megtetszedjen, és abból indulnak el a dallamok? Igen. Igen, nekem okvetlenül szükségem van a versre. Mindegy, hogy mi. Régen játszottam azt, hogy vettem egy újságcikket és elénekeltem. Tehát ilyen improvizatív ember vagyok a jazznek köszönhetően, de a verseknél más a helyzet, az nem is tudom. Elkezdem olvasni a verset, tehát emlékszem régen azt mondták, miért hátulról kezded a verseket olvasni. Mondom, már az utolsó 4 sora nem mond nekem semmit, akkor a többit minek olvasom. Hány CD-nyi anyag gyűlt már össze? Hát, ami már CD-re felkerült, az egy kis része annak a sok mindennek, amit megzenésítettem, mert ha megtetszik egy vers, akkor rögtön a fantáziám elkezd működni, és akkor vagy lekottázom, vagy csak megtartom emlékezetembe, abban reménykedem, hogy majd egyszer lekottázom, aztán vagy elfelejtem, vagy nem. Tehát ez egy ilyen vizsga is a versnek, hogy megmarad-e, vagy pedig ott van a polcon valahol a többi között, és többet eszembe se jut. Vannak ilyen alkotó pillanatok, vagy egyszer csak úgy rátör Jóska bácsira, elolvassa, és akkor zenésít? Igen, is. Egyszer így, egyszer úgy. Sose tudom, hogy miért éppen akkor, de aki ad egy verses kötetet, az arra számíthat, hogy én egyszer elkezdek vájkálni benne, hogy az vers az zene. Nekem csak le kell kottázni. És a verseken kívül van más műfaj is, amit nagyon szeret, említette most félhanggal, a jazz. A jazz, de nálam az is kötődik a verse. Épp mondom, most a Kastler Hilda verses kötete annyira más világba kalandozott el, hogy azt ugye el sem tudom képzelni, hogy most egy szál gitárral elénekelem. Ez ilyen kis blues zene, és tetszik nekik, azt mondják, jó. Történt azért egy kisebb-nagyobb változás Jóska bácsival. Most azt nyilatkozta egyszer, hogy a szívműtét után egy picit átritmizálódott a Jóska bácsi élete is. Igen, de nem tartott sokáig. Nem? Most már újra Rátra is lejárok gyakran a gyerekekhez, hát imádni valók, ahogy oda jönnek, és akkor énekeljünk valamit is. De egyébként az a nagyon szimpatikus Jóska bácsiban, hogy felnőttként tudta azt mondani, hogy tanultam a gyerekektől, tehát tanulok a gyerekektől. Hát hogyne? Hát mit lehet tanulni a gyerekektől? Minden. A mai életet más nem tudja elmagyarázni nekem, csak ő. Az ő viselkedésük, az ő hozzá. Ahogy köszönnek az embernek, rögtön látom, hogy milyen világ van itt, és akkor én is próbálok olyan lenni. Mi a legfontosabb az életben?
Ez jó kérdés. Ahogy így az életemet végig gondoltam, hogy azért persze úgy tűnik, hogy ez jaj, de szép, de azért kegyetlen volt az itt. Ha körülnéz az ember, akkor mai napig ott tartok, ahol ezelőtt 50 éve. Meg a gyerekek, meg iskoláztatás, meg minden. És ha nincs ez a családi háttér, ami mondjuk mögöttem is ott van, a feleségem, a gyerekek, akkor ez lehetetlen nyugodtan végigvinni, úgyhogy én szerencsés ember vagyok. Számomra ez a legfontosabb, a családi háttér. Kapott egy pár szép elismerést Jóska bácsi már. Van egy érdemkeresztje, a Credo, az Magyar Örökség díjas lett. Ezek az elismerések mit jelentenek? Vagy ezek az elismerések jelentenek valamit? Nem is tudom kezelni, az az igazság. Tehát megkapom, oda lehetettem, de ennyi. Tehát meglepett, hogy miért pont én, meg nem tartom magam méltónak ilyesmire. De az igazi kitüntetés az, amikor lemegyek Gejőszre, és akkor ott látom a régi tanítványomat, Mariannát, és akkor a csodálatos hangjával mondja, hogy itt koncertezett ott. Na, az igen. Találkoztam egy olyan hölgyel, aki azt mondja, hogy én emlékszem, hogy Jóska bácsira egyszer az magyar iskolába becipelt egy citerát az órára. Tehát arra az egy pillanatra emlékezett rám, hogy én egy citerát bevittem az iskolába. Tehát ezek a nagy értékek, hogy akkor azt mondom, lehet, hogy nem is volt fölösleges ez a sok minden. Milyen műfaj van még, amit úgy szívesen kipróbálna? Mert most akkor van opera, van egy kis jazz, van egy verséneklés. Még úgy. Hát azért volt Katicával, felvettünk ezeket a református énekeket klasszikus gitárral. De ez egy olyan csodálatos fél éven betelt, amíg meghangszereltem, amíg kitaláltuk, hogy hogy legyen, és valami módon le is tudtam játszani. Mondtam Katinak, jobb lenne, hogyha egy igazi klasszikus gitáros játszaná, de az nem, te is lejátsz. Érintettük és sokszor tértünk már rá arra, hogy a hit és a templomok és a zsoltárok és presbiter is, Jóska bácsi, mind a mellett még, hogy nem is tudom, hogy a sorba ez a hanyadik helyet foglalja el, de akkor ez is segít? Hát ez egy nagy kitüntetés. Én ilyen, hogy mondjam, nem is tudom, honnan csöppentem ebbe bele. Mindig vonzódtam az egyházakhoz, de hogy igazából nem kötődtem egyikhez se. Hívő ember voltam, magamnak így elvoltam, édesanyám itt a saját kis templomát, mert tanítók voltak nekem. Még gyerekkoromban, ha megkérdezték, hogy tudok-e imádkozni, azt kellett hazudni, hogy nem tudok. Mert akkor a édesanyám elveszte az állását, ezt én már tudtam kis koromban is. Tehát, és ez valahogy úgy bennem maradt, hogy így az ember távol tartotta magát ezektől a dolgoktól, de nem bírtam ki, mondom, hogy gyerekekkel, volt egy karácsonyi műsor, vagy valami, hát az Ungvári TV az első karácsonyi műsort velünk vette fel, az ungvári gyerekekkel. Nem, egész Ukrajnában az volt az első karácsonyi műsor. És amikor oda kerültem, akkor ott téblávoltam én, jártam Isten tiszteletekre, meg minden, aztán Héder Jánosnak egyszer csak mondom, hogy hát ez így nem jó, hát én bent se vagyok, kint se vagyok, de már a kórust vezettem, majd alapítottam meg ott a kórust, meg kitaláltuk ezt a kórus találkozókat, meg minden. Rá egy évre meg rögtön felajánlották, hogy legyek presbiter, mert hogy úgyis dolgozok annyit, mert a kórusokkal, meg állandóan ott vagyok, minden rendezvényen, minden. Jó, nyugodtan mondta, hát úgysem választanak meg, hát ki ismer engem. És láss csodát! És nagyon jó. Tehát egy olyan csodálatos közösségbe csöppentem, hogy beszéltem, hogy a gyerekek nevelnek át, meg minden. De ezek az emberek, akik mind máshonnan jött. Egyszerű munkás, egyetemi tanár, meg mit tudom én, még nem is ismerem annyira őket, és akkor ott vagyunk együtt, megbeszélésen, és kitaláljuk, hogy működjenek dolgok, mondom, és én hogy ehhez, hogy én döntsek egy ilyen gyülekezet életével, meg minden, hát óvatos vagyok. De örülök neki, hogy zeneileg sikerült egy ilyen hatalmas lépést tenni ezzel a kórus találkozókkal minden éven. Az éven sajnos elmaradt, mert tatarozzák a templomunkon. És mit szeretne, hogy maradjon meg az emberek emlékezetébe? Ahogy megtaláltam ezt a gitárt a személydombon, azóta én csak zenész vagyok. Gitáros. Ha csak zenész, akkor mint Nemecsek a Pál utcaiba, csupa nagybetűvel zenész. Még sokáig sokunk örömére. Hogy sikerült-e összefoglalni Ivaskovics József életművét?
Remélem nem, mert akkor még bővíthetjük. Annyi bizonyos, hogy a Credo együttes koncertjein résztvevőknek maradandó élményt nyújt. Az alapítvány vezetőjeként újraformálta a zeneoktatást, sok gyerek tanulja élvezettel a zenét, és adja tovább. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Várjuk Önöket a legközelebb is. Viszontlátásra!